nézőinket, Önök Tamási tanszínű műsorunkat látják, Gulyás Anita vagyok, és már mutatom is képetben a mai adásunk tartalmát röviden. És napirendi pontok tárgyalt Tamási városvezetése a legutóbbi ülés alkalmával. Ezek körül kettőt zárt ülésen vitattak meg a képviselők, döntés született a 2023. évi sportkeret felosztásáról, valamint a magánszemélyek kommunális adójának felhasználásáról is. Tamásiban a legutóbbi képviselőtestületi ülés alkalmával a többek között a magánszemélyek kommunális adójának 2022. évi felhasználásáról is elhangzott a beszámoló, valamint döntés született a 2023. évi összeg felhasználásáról is. Ingatlanonként 8000 forint kommunális adót fizetnek a városban élők, mondta el a település alpolgármestere. Az előzetes tetülésen fogadtuk el a város idejévi költségvetését. Ebben a szakaszban, hogy jönnek a testetülések következő lépcsői, már a megvalósítást átfordítjuk. Valósággal több ilyen döntést is hoztunk, az egyik legjelentősebb az a kommunális adóval kapcsolatos napirend. Amúgy ez mindig két részből áll, az előző évi felhasználás beszámolásáról, valamint az idei kommunális adó célokról. És hát ugye minden önkormányzat most a gazdálkodását áttekintve alkotta meg a költségvetését. Mi büszkék vagyunk arra, hogy az eredeti céljainkat nem kell megváltoztatnunk, se adót nem kellett emeljünk, és azt a célt, amit eredetileg megfogalmaztunk, hogy ezt a pénzt kizárólag közterületi felújításokra fordítjuk, ezt továbbra is fenntartjuk. Ugye itt nagyon sok önkormányzatnak kellett változtatni bizonyos ilyen szokásos álláspontján. Mi örülünk, hogy olyan költségvetési helyzetben vagyunk, hogy nem. Ezért azt tudjuk mondani, hogy az idejében fő cél az Arany János utcának a kettes ütemet, befejezzük azt a részt itt a városközpontban. Ez egy stratégiai dolog, mert ugye a közlekedési rendet változtattuk ahhoz, hogy a térről való kijutás az iskolába szállított gyerekeknek az autómozgása az könnyebb legyen, de ehhez megfelelő minőségi úthálózat is kell. Szépen haladunk sorba, Arany János utca, ugye a Garai utca is felújításra került, tehát itt a városközpontban rendet tesszük ezeket. Valamint van még egy plusz része ennek a kommunális adott dolognak, ami szintén fontos, mert sokszor ér minket az a vád, hogy a külterületi település részekkel keveset foglalkozunk. Ezt próbálom mindig cáfolni, mert nincs olyan testetülés, hogy ne döntenénk ilyenben, vagy ezzel kapcsolatos ügyekben. Most is így volt, mert a kommunális adónak egy pici részét azt arra fordítjuk, hogy ott volt egy kedves ott lakó Réda Illésnek, és mondom a nevét, remélem ez nem baj, sőt, szerintem kiemelendő, hiszen ő 1 millió forintot ajánlott föl a közalapítványnak azért, hogy a külső település részen Kecsegén történjen ebből valami a közjavára. A kommunális adónak egy kis részével ezt kiegészítettük, és így együtt tudunk közvilágítás fejlesztést végezni ott a Kecsege pusztai részen, ez is nagy öröm számunkra. A sportegyesületek támogatásával kapcsolatban szintén döntés született a testületi ülés alkalmával. Talán ugyanazt tudom ismételni, mint eddig, hogy nem kellett faragnunk, és tudjuk azt a szintet tartani, amit a sportegyesületek révén a támogatások oldalán két részből is, tehát a rendezvény támogatás, illetve a normál működési támogatás sorából sem kellett elvennünk. Ez szerintem egy jó hír, mert ugye a városnak ez adja a szövetét a civilek és a sportélet, és se a civilek, se a sport támogatásában nem kellett változtatásokat hoznunk. Ahogy nézegettem az önkormányzati főösszegek vagy költségvetési lehetőségek arányait, szerintem Tamási városa, bár gondolom minden sportegyesület kevesli azt, amit kap, ez egy természetes dolog, de hogyha az arányokat nézzük, szerintem erőn felül teljesít a város ez ügyben is. A testület döntött villamos kazánok integrációjáról a már meglévő fűtésrendszer továbbfejlesztéseként. A gáz felhasználás az most kulcskérdés a város életében, és ugye itt a geotermikus fűtésről, meg biomasszáról már sokat beszéltünk. A mostani testületülés egyik legfontosabb döntése, hogy még egy harmadik lábat, egy biztonsági lábat kiépítünk, ami nem csak műszakilag, hanem anyagilag is megéri a városnak egy nagy teljesítményű, másfél megawattos elektromos kazántelep is beépül majd a rendszerbe, ami egy olyan elven működik, hogy a villamos hálózaton, amikor úgynevezett, bár ezt kevesen beszélik, de amikor túl sok az áram, mert van ilyen műszaki állapot, akkor úgynevezett kényszerfogyasztóként be kell kapcsolják ezt a kazánt, és mi azt mondtuk, hogy hát ennek a hőjét mi gyönyörűen el tudjuk használni a rendszereinkben, és most azon dolgozunk, hogy ez a rendszer hármas legyen, tehát geotermia, biomassa és elektromos kazán,
Ez ugye ellátásbiztonsági kérdéseket is bebetonozza, mert azért az már nehezen fordulhat elő, bár egyre többen beszélnek róla, hogy mi van, ha nincs gáz. Ugye, mert eddig mindig az áráról beszéltünk, de most már kezdenek arról beszélni, mi van, ha nincs. Hát ez egy nehéz helyzet lenne, de remélem, hogy a városban az az eset nem fordul elő, hogy egyszerre nincs gáz, nincs termálvíz, nincs fa és nincs villany. Mert hogyha ez a négybe összeáll, akkor tényleg nagy baj van, de mi azért minden erőnkkel azon dolgozzunk, hogy hatékonyak legyünk, gazdaságosak legyünk, és ellátásbiztonságunk is meglegyen. Úgyhogy ez egy nagyon fontos döntés volt. A Tamási járási borversenyen 15 borbíra, és még több társadalmi zsűri értékelte a leadott bormintákat. Az eredmény hirdetés alkalmával átadásra kerültek a minősítésekről szóló oklevelek mellett a nagy fehér arany, a nagy rozé arany, a nagy vörös arany, Tamási város bora címek és a Németh Miklós emlékdíj. Szakmai beszélgetés zajlik a borbíráló bizottság tagjai között Tamásiban. A településen minden év tavasz elején, közepén kerül megrendezésre az esemény, amelyre ezúttal a Tamási járáson túli településekről is érkeztek borminták. A szervező művelődési központ a szakmaiságot tartotta szem előtt a szervezés alkalmával. Az idei évben is ragaszkodtunk a hagyományokhoz, hiszen minden év március-áprilisában kerül megrendezésre ez a borverseny, amiben elsősorban a kistérség a járás boros gazdái, borászai mérettetik meg a boraikat. Az idei évben egy kicsit túlterjeszkedtünk a járáson, hiszen a szomszéd járásokból is hoztak hozzánk bormintákat. Ők is szívesen veszik azt, hogyha itt a Tamásiba összeült zsűri mond véleményt a boraikról. Úgyhogy tulajdonképpen több évtizedre tekint vissza már ez a borverseny. Abszolút szakmai alapon szerveződik. Közel 20 borbíra bírálja el a beérkezett bormintákat. Természetesen ennek megvannak azok a szakmai paraméterei, amelyeket ők tudnak pontosan. Mi szervezők a művelődési központban több dologra figyeltünk nagyon. Egyrészt az, hogy ezek a meghatározott szakmai alapok, ezek az előzetes előkészületekben is megvalósuljanak, maga a rendezvény lebonyolításában is megvalósuljanak, és egy, ami egy sarkalatos pont, és talán már azt kell, hogy mondjam, kínosan vigyázunk arra, hogy a leadott borminták semmiképpen ne lehessenek beazonosíthatók a bortermelőkkel, borászokkal. Úgyhogy most már jeligét se kérünk, és igazándiból három művházas tudja csak, hogy mely bormintához mely bortermelő kapcsolódik. Természetesen így evidens, hogy a zsűri tagjai sem tudják ezt. Szakavatott zsűri pontozta a leadott fehér, rozé és őrös bormintákat. Mindegyik asztalnál egyfajta bort kóstoltak csak. A társadalmi zsűrire, akik a helyi borbarát kör tagjaiból kerültek ki, a tamási minták pontozása várt. A 2022-es nem volt rossz évjárat, hangsúlyozta a zsűri elnöke. Kékfrankosokban tulajdonképpen tiszta ízű, szép, de talán egy kicsit egyszerűbb zamatú borokat találtunk. Egy cseppet, mintha vékonyabbak is lennének. Ez nyilván azért a termésmennyiség és a hely, a termőterület függvénye is, de az a tapasztalatunk, hogy valahogy ez az elmúlt évjárat, bár a lehetőség megvolt benne, de nem sikerült realizálni azt a testesebb, zamatosabb ízvilágot, ami egyébként szerintem benne volt az évjáratban. Fehér borokban is szép, zamatos, jó ízű fehér borokat lehetett készíteni. Hál' Istennek szép, hosszú, száraz ősz volt, tehát növényvédelmileg sem volt olyan probléma, ami akadályozta volna azt, hogy jó bort készítsenek a gazdák. És én úgy gondolom, hogy így a jobbik évjáratok közé sorolható. Éppen itt szó volt arról, hogy már 15 éve járunk ide, vagy talán több is, nagyon nagy a fejlődés, tehát hihetetlenül sokat tanulnak a gazdák egymástól is, talán ezekről a borversenyekről is, és egyértelműen pozitív a kicsengése a dolognak, sokkal kevesebb hibás betegborral találkozunk.
Mindenképpen oda kell figyelni a kénes savszint tartására, erre hívta fel a bortermelők figyelmét a zsűri elnöke. A település polgármestere egy fontos rendezvénynek tartja a járási borversenyt. Ennek a borversenynek az egyik célja az, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy a európai hírű szekszárdi borvidék és borok mellett van Tolna megyében egy másik borvidék, a Tolnai borvidék. És a Tolnai borvidéken belül is kiváló minőségű borok vannak. Tamási, Simontornya, Hőgyész, Tevel környékén itt a Hegyháti és a Kaposkoppány menti részen is. És hála Istennek ezt a gazdák évről évre bizonyítják is. Most is szép számmal érkeztek borminták. Minden évben kiválasztják Tamási város borát, ez a feladat a társadalmi zsűrire hárul, akik idén Szijjártó László borának ítélték ezt a címet. Ez egy komoly szakmai elismerés a legjobb tamási bortermelő részére. Volt olyan időszak, amikor városbarát is palackoztuk, és elgondolkodunk azon, hogy idén ezt a jó hagyományt folytatni fogjuk. Itt azért a Covid időszak alatt sok minden megszakadt. A szakmai zsűri Nagy Fehér Arany és Nagy Rozi Arany címet a Verespince borainak ítélte meg, a Nagy Vörös Aranyat Hán János bora érdemelte ki, míg a Német Miklós emlékdíjat Bálizs János Kékfrankos Rozéja kapta. A Tamási Szabadidő és Sportegyesület előző éves hagyományait követően idén is megszervezte sportbálát. Előzetesen mintegy 320 belépő jegyet adtak el, de akinek az utolsó pillanatban jutott eszébe, hogy szívesen részt venne a nagy népszerűségnek örvendő bálon, nekik volt lehetőségük a helyszínen megvenni belépő jegyeiket. A sportszervezetek munkáját a rendezvény elején méltatták. Tamási város polgármestere a sportolásra buzdított mindenkit a Tamási Szabadidői Sportegyesület bájának ünnepélyes megnyitóján. Amellett, hogy támogatólag áll az önkormányzat az esemény mögé, minden évben támogatást biztosít a szervezetek működéséhez is. Mondhatjuk, hogy Tamási sportos város, hogy ahhoz képest, hogy 8000-es település vagyunk, több mint egy tucat egyesületben, szakosztályban van sportolási lehetőség, és rengeteg fiatal sportol a városban, tehát mondhatjuk, hogy egy kicsit felülreprezentáltak vagyunk, és a Tamási Sport Társadalom, mondhatom, az egyik ünnepe, amely egyben egy jó kis este is lesz a sportbál. Örülök neki, hogy két év kihagyás után ismét megrendezésre kerül, és a város összes egyesülete szakosztálya képviselteti magát ma este. Minden évben van sportkeretünk. Ez a pandémia időszak alatt egy nagyon picit változott, de most újra gyakorlatilag a korábbi keretek mellett tudjuk támogatni a helyi egyesületeket. Ez vonatkozik kis részben a tavaszi sportágakra is, és nagy részben pedig az egyéb sportszakosztályokra, egyesületekre. Itt nagyon fontos szempont mindig az, hogy hány fiatal sportol az egyesületben, és természetesen milyen eredményeket érnek el. A sport az rendkívül fontos, amellett, hogy aki sportol, az egészséges, az nyilván közhely, de sok mindenre megtanít, tartást ad, erkölcsi értékek vannak mögötte, nevelő hatása van. Én magam is sportoltam fiatal koromban, és azok az évek, azok máig bennem vannak, azok a hatások, amik akkor értek. Én azt gondolom, ezzel a mai fiatalok is így vannak, ez most sincs más, mint mondjuk 20 vagy 30 évvel ezelőtt. A szervező TSS-e fontosnak tartja, hogy a sportolók, sportot kedvelők ne csak sporteseményeken találkozzanak. Két év kihagyás után az idén végre sikerült megrendezni újra ezt a, azt gondolom, hogy rangos eseményt. A városban nagy népszerűségnek örvend ez a bál mindig. És ez azért fontos, hogy a helyi sportolók, egyesületek, szakosztályok, akik évközben teszik a dolgukat, egy estét közösen el tudjanak tölteni, beszélgetni, iszogatni, táncolni, mulatni. Mindig nagy látogatottságunk van, 320 fölött van az idei vendégszámunk eddig, mert még a helyszínen is van lehetőség egy vásárlásra. Minden évben készülünk a vendégeink számára meglepetés fellépőkkel, ez az idén sem lesz másképp. Lesz flashmob, lesz tárvendégünk, amit az itteni nézők még nem tudnak. A Black to Black-nek a valamikor frontembere, a Bebe lesz a sztár fellépőnk. Az este folyamán a táncos fitness csoportja is tart egy kis vidám bemutatót, bemutatkozva a bálban résztvevő vendégeknek.
Az eredményekből pedig nincs hiány. Az egyesületekben folyó aktív, kitartó munka időről időre meghozza azt az eredményt, amellyel Tamási városának hírnevét is öregbítik a versenyzők. A sportbál díjátadója alkalmával néhány mondatos méltatásból tájékozódhattak a megjelentek a városban működő sportegyesületek szakosztályok sikereiről. Az Aranyszarvas KHS-e élt a lehetőséggel, hogy a nagy nyilvánosság előtt ismerje el kiemelkedő tehetségeit. Ezért jó alkalom, mert lehet, hogy névről ismerik őket, csak személyesen nem, és főleg ez nekik egy nagy dolog, hogy a versenyeken kívül is díjazzuk őket. A legerősebb díjat itt a Nyirati Csongor fogja kapni, ugye ő a tavaly és az idei év combat wrestling és junior grappling magyar bajnoka, és nem tudom, hogy mondtam el már riportban múltkor, hogy ő válogatott lett, tehát hogy most kvalifikálta magát a Varsói junior világbajnokságra augusztusban, oda fogunk kiutazni, tehát ő a legerősebb kés a fiókban, és akkor van egy nehéz súlyú versenyzőnk, a Pataki Ákos, aki diák olimpiát nyert tavaly, és ő is a combat wrestlingben benn van az élmezőnyben, ő fog díjat kapni, és harmadik pedig a kisfiam, a Kővári Szőcs Jónás, aki szintén combat wrestling junior magyar mezőnynek az elején van. Ők hárman fognak díjat kapni tőlem. Az elismerő oklevelek és kupák átadása után a Pántlika Néptánc Együttes műsora csinált kedvet a hajnalig tartó mulatozáshoz. Ilyen Magyarország köztársasági elnöke Novák Katalin több évtizedes közéleti tevékenysége, valamint a település fejlesztés területén végzett különösen a digitális jólét és az okos települések terén meghatározó és innovatív munkás elismeréseként Magyar Ezüst érdemkereszt kitüntetésben részesítette Tamási város alpolgármesterét, Széles Andrást. Széles András, Tamási város alpolgármestere, évtizedek óta aktív részese a település életének. Nagyon messzire kell ezt az időkereket visszaforgatni, és a beszélgetésünk apropója az tényleg egy ilyen indokot ad, hogy kezdjünk már kicsit visszább menni. És én 2002 óta, hát azért ez már nem ma volt, 2002 óta vagyok önkormányzati képviselő, és 2006 óta a polgármester. A fiatalabb koromban is próbáltam ilyen közösségi ember lenni, és ez átfordult ebbe az irányba. Most már azt kell mondjam, jó régen. Úgyhogy talán egy olyan 20 éves időtávról beszélünk már, hogy mindösszesen. Én hiszek ebbe a településbe. Tehát, hogy ennek a településnek sokkal jobb adottságai vannak, vagy voltak, és ezen az úton indultunk el, ezt minden jobban nem kizsigerelni, hanem kihasználni. Jó értelembe vett kihasználásáról van szó, és szerintem itt az elmúlt időszakban sokat tettünk azért, hogy ezt bizonyítsuk. Ugye mindenki kimondta, tudja mindenki, hogy mi a jó Tamásiban, hogy szép, meg hogy termálvíz, meg hogy erdő, meg hogy stb. De hát ugye ezek csak mondatok, és ezeket kellett tettekre fordítani, meg hát ugye azért azt se tagadjuk, hogy ez az elmúlt 20 év ez világos szakaszokra osztható, mert amikor átvettük ezt az egészet, akkor azért valljuk be, hogy az első feladatunk az volt, hogy a Balkán, illetve közegészségügyileg kockázatos körülményeket megváltoztassuk. Tehát magyarul rendbe tegyük azokat az alapdolgokat, iskolák, stb. Óvoda, meg ilyenek, mert ott borzalmas állapotok voltak, ez ilyen kötelező jellegű feladat. És nagy büszkeség számomra, hogy most már akár több interjú keretében is olyan dolgokról beszélhetek, ami nem feltétlenül természetes. Tehát, hogy már olyan dolgokkal is tudunk foglalkozni, olyan feladatokat is fel tudunk vállalni, aminek az alapjait, a hátterét, a pénzügyi, műszaki, gazdasági, mindenfajta vonalát föl kellett építeni. És most már tényleg arról beszélünk, hogy mikor nyit a látogatóközpont. Eddig nem beszéltünk látogatóközpontról. Vagy hogy panaszkodnak, hogy a sportok házában hideg van. Hát azért, mert van sportokháza. Tehát, hogy ez egy érdekes világ, ugye a fő keretmondat, azt a miniszterelnök úrtól tanultam, hogy ha hálát akarsz, akkor tartsák kutyát. Tehát itt ugye ebben a önkormányzati világban sosem lehet se önmagával elégedett az ember, és általában a célközönség sem az. Tehát mindig jönnek újabb-újabb problémákkal, és az a fura világ, hogy ami meg van, az meg már olyan természetessé válik, de ilyenkor, ilyen szakaszban az emberek kicsit visszatekintve azért tényleg volt ebbe egy fokozatosság. Az elmúlt évekre visszatekintve számos olyan projekt van, ami nagy elhivatottságot igényelt, de András részéről ebből nem volt hiány.
Igen, én általában ilyen tevékeny embernek mondom magam, de az biztos, hogy csapat nélkül nem ment volna, tehát azért ez egy komoly hátteret igényelt, és ezután is köszönöm mindenkinek, aki munkámban, magánéletemben támogatott, tehát ez egy nehéz világ. Talán ezért, hogyha személyesen büszke lehetek, akkor azokra a ügyekre, amiről már beszéltem, én mindig erről beszélek, hogy ez az energiagazdálkodás, környezettudatosság, az úgynevezett modern technológiák, okos eszközök használata, jó értelemben és nem felesleges használata, ez szerintem nagy vívmány, és nagy büszkeség számomra, hogy Tamási, ez is egy ilyen közhelyes, nekem egy ilyen kis idézetem, hogy én abban szeretek igazából részt venni, amikor Tamási olyan térképre tud felkerülni, ahol nincs számára úgy alanyi jogon hely. Tehát, hogy valamiből ki tud tűnni. Ezért jó érzés egy Tamási embernek, hogyha mondjuk olyan sporteredményről olvas, ami egy olyan eredmény, ami tényleg így kitűnik valaki. Na, ugyanennek a szisztémának megfelelően próbáljuk végezni a munkánkat, és hogyha olyan ügyekben tudunk, akár, bár lehet nagyképűnek hangzik, de vannak példamutató megoldásaink, akkor az jó érzés azért jól tenni. Ezért a több évtizedes közéleti tevékenységért, valamint a település fejlesztés területén végzett, különösen a digitális jólét és az okos települések terén meghatározó és innovatív munkája elismeréseként vehette át Novák Katalintól, Magyarország köztársasági elnökétől a Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetést. Ez egy nagyon kellemes meglepetés, meg egy kicsit olyan furcsa is, mert kettős érzései vannak az embernek, mert az ilyen díjat akkor szokták kapni, amikor tudod, ez ilyen nem egy állomás, hanem általában a végállomás előtti utolsó pillanatban. Én remélem, hogy ez nem így van, hanem egyfajta szakasznak a értékelése okán kaptam. De nyilvánvalóan ez a díj, ez nagy köszönet érte, és nagy megtiszteltetés, de reményeim szerint nem, hogy elvenni ebbéli motivációimat, hanem emeli. Furcsa érzés ez, az ember főleg ebben a világban a személyes dolgait ezt inkább félreteszi. És bármi furcsa, néha az ember még jobban zavarba volt, mint gondolná. Tehát, hogy furcsa érzés volt, de nyilván kellemes. A Pécsi Egyházmegyében élő katolikus hívek közösségét szólította meg az a nagybőti lelki gyakorlat, amely február 25-e és április 5-e között 11 település, 13 helyszínen került megrendezésre. Tamásiban is közösen imádkoztak, énekeltek a hívek, és aztán Tamásra is volt lehetőség. Nagybőti lelki gyakorlatot hirdetett a Pécsi Egyházmegye, amelynek egyik helyszíne Tamási volt. Április 5-ig még 5 helyszínen adódik lehetőség a híveknek részt venni a közös elmélkedésen, ezzel készülve lelkileg Jézus feltámadásának ünnepére. A találkozás az a legnagyobb lelki erőt adó, és minél többen ugyanazért találkozunk, annál gazdagabb. A másik, ennek a vidéknek van egy specialitása. Nagyon sok kicsi parányi falu, ahol fizikailag lehetetlen, hogy ezeket a lelki délutánokat mindenütt meg tudjuk tartani. És ezért gondoltam, de hogy mindenkit szeretném, aki igényes, aki azt mondja, hogy de nekem szükségem van erre, annak adjunk lehetőséget. De hogy ne kelljen sok, hogy mondjam, áldozatot hozni, ezért van a több helyszín, hogy minél közelebb legyen mindenkihez a találkozás lehetősége, és én így azt gondolom, hogy mindenki eljuthat ezekre a helyekre, és ami mögöttünk van, azok az események azt mutatják, hogy nagyon nagy az érdeklődés, és nagyon sokan eljöttek mindenhova, hogy valahol egy közös délutánt, egy lelki feltöltődést töltsenek. Két része van mindig egy ilyen találkozónak. Egyik, amit itt megélünk, ennek van egy lelki gazdagsága, van egy közösségi öröme. De az igazi lényeg, amit magukkal visznek, ami holnap után a családjaikban megjelenik. A vasárnap délutáni nagybőti lelki gyakorlatnak a Béri Balog Ádám Katolikus Gimnázium aulája adott helyszínt, ahol 3 órás lelki feltöltődésnek lehettek részesei az érdeklődők. Óránkénti ciklusokkal ismétlődő módon mindig óra egészkor énekkel indulunk, amelyben Kántor István és csapata fog közreműködni, vezetni bennünket. Utána egy-egy elmélkedés következik. Először Serbán Valentin, hőgyészi plébános atya, utána Kovács József, a püspök úr titkára elmélkedik 4 órakor, 5 órakor pedig Lábár Tamás atya, az új pincehelyi plébános gondolatait halljuk majd. Ez körülbelül 15-25 perces
részt jelent az órában, utána félkor egy rózsafűzért tizedet imádkozunk, majd pedig utána egy-egy keresztúti stációnak az elmélkedése hangzik el, és közte csönd. Mert az elcsöndesedés is épp olyan fontos, hogy a készülődésünkben ne csupán mi beszéljünk, hanem az Isten szavára is igyekezzünk odafigyelni, azt meghallani. Ami történni fog, az remélem az, hogy a nagybőjt készülődésének az igazi értelme is egy kicsit kibontakozik mindannyiunkban, hogy előre akarunk figyelni annak a jövetelére, annak a csodájára, amit ünneplünk húsvétkor. Hiszen igazából az egész hitünknek a középpontja az mi úrunk Jézus Krisztus megváltó kínszenvedése, föltámadása. Ha erre nem tudunk jól fölkészülni, akkor az egész az könnyen elsikkad. Ezért fontos az, és ezért volt mindig is fontos, hogy az egyház gyakorlatában, a nagybőjti szent időben lelki készülődés is hangsúlyt kapjon. Ez régebben ugye úgynevezett rídumokon, vagyis ugye háromnapos elmélkedés sorozatokban valósult meg. Most a püspök atyánknak ugye ez volt a szándéka, hogy nagyobb központokban lehetőséget biztosítson arra, hogy a hívek összejöjjenek, együtt imádkozva, együtt készülődve, és emellett párhuzamosan akár a szentgyónásukat is elvégezve húsvéti készületük gyanánt. Mindez egyfajta lehetőség, segítség legyen abban, hogy az a készület, ami a hagyományos módon már nehézkesen tud megvalósulni, az mégis megtörténhessen. Induljunk, érkezünk, adj nekünk társakat. Induljunk, érkezünk, adj nekünk társakat. A hívek örömmel fogadták a lehetőséget, hogy közösen készüljenek a közelgő ünnepre, hiszen sokat ad ez a délután számukra. Lelki feltöltődést, egy vasárnap délután egy kis pihenés, és hát én nagyon szeretek így közösségben lenni. Ez mindenképpen jót tesz, mert látom a másik embernek is, hogy őre hogyan hat ez az egész dolog. Úgyhogy én köszönöm, hogy itt lehetek.